Ugorja képbe. Vajon az idők változásával megváltozhat-e egy örök, szent történet ábrázolásmódja és felfogása is? A tudomány közelebb tudja hozni a modern ember számára Jézus alakját? Volt-e kiút a 19. századi egyházi festészet válságából? A kép, amelyről ma beszélni fogok, a híres Munkácsi trilógia része, annak legkorábban elkészült műve, mégpedig a Krisztus Pilátus előtt című nagyméretű festmény, amely 1881-ben készült. A trilógia, avagy három képből álló sorozat a debreceni Déri Múzeumban található. Munkácsi életében sosem volt így együtt ez a három kép, hiszen mire a harmadikat megfestette, addigra az első kettő már rég Amerikában volt. Hosszas hányattatás után ez a három kép 2019. januárjától mindhárom magyar állami tulajdonba került. A trilógiát Munkácsi főművének tekintik, és nagyon sokat jelent a magyarok számára. Sokan kísérték figyelemmel ennek a három műnek a sorsát, és nagyon sokan drukkoltak, hogy végre újra együtt lehessen ez a három alkotás, és még olyanok is ragaszkodnak ehhez a műcsoporthoz, akik amúgy képzőművészettel olyan nagyon nem foglalkoznak. Mindhárom kép a nagy hét ünnepköréhez kötődik, és Krisztus szenvedésének eseményei dolgozza föl. A legelső, tehát mint mondtam, a Krisztus a Pilátus előtt 1881-ben készült el. Ez a kép 1995-ben került vissza Magyarországra, akkor még csak letétként, ekkor restaurálták is, és 2015-ben vette meg a magyar állam. Időrendben a következő elkészült mű a Golgota című festmény volt 1884-ben, és hát ez a két mű került ki aztán nagyon hamar Amerikába. Ez a mű 1991-től volt sokáig letétben Magyarországon, és ez lett végül is az utolsó, amit 2019-ben Pák Imrétől megvett a magyar állam. Jóval később készült viszont az Ecce Homo, ami az evangéliumi történetmesélésben viszont az eddig említett két kép közé ékelődik, hiszen ez az a pillanat, amikor Pilátus kiadja az üldözőinek Jézust. Ez a festmény számos tulajdonosváltás után 1930-ban került a Déri Múzeumba, és ez magyarázza, hogy együttes kiállításuk is itt történt, egyébként először 1995-ben. Sokan vélik úgy, hogy a három kép közül a legelső, a Krisztus Pilátus előtt című kép a legmagasabb művészi színvonalú, és tény, hogy Munkácsi ezen dolgozott a legnagyobb lelkesedéssel, a legodaadóbban. Munkácsi életéről rengeteg olvasnivalót lehet találni, úgyhogy itt most csak nagyon röviden foglalom össze. Felhívnám a figyelmet, hogy ezen az önarcképen a festő saját magát éppen a Krisztus Pilátus előtt című kép egyik vázlatának készítése közben ábrázolja. Mindenki tudja, hogy Munkácsi egy egészen elképesztő sikeres pályát futott be, nagyon mélyről indult és nagyon magasra érkezett el. Nagyon korán árva lett, és nagybátyához került, rengeteget nélkülözött, asztalos inasként kellett még fiatal gyerekkorában dolgoznia, és aztán szerencséjére felfigyelt rá egy helyi békéscsabai festőművész, és a szárnyai alá vette. Így tudott eljutni már 63-ban Pestre,
és innentől kezdve nem volt megállás, különböző ösztöndíjak vagy mecénások segítségével tanulmányokat tudott folytatni Bécsben, majd Münchenben, és állami ösztöndíjjal Párizsba is eljutott 1867-ben. Aztán még Düsseldorfban is járt, első sikerét éppen Párizsban aratta a Síralomház című képével, és végül aztán 73-tól végleg oda költözött, 74-ben meg is nősült, hihetetlenül népszerű volt, egészen elképesztően jó módban élt, ahhoz képest, ahonnan indult, és 78-tól segítette őt egy Karl Sedlmeier nevű galériás, képkereskedő, menedzsernek is nevezhetnénk, majd az ő szerepe elég fontos lesz a kép kapcsán is. Meg kell azt is jegyezni, hogy nem felejtette el azt, hogy honnan jött, és nagyon sok fiatal magyar festőnövendéket pártfogolt, és fogadta őket párizsi műtermében. 1897-től már nem nagyon alkotott, az egészsége és az idegei teljesen összeomlottak, és végül 1900-ban elképesztően fiatalon, 56 évesen halt meg. A kép keletkezésének körülményeit viszonylag részletesen ismerjük, hiszen éppen ez a bizonyos Karl Sedlmeier, vagy franciásan Charles Sedlmeier írta ezt le. Egy alkotói válság a folyamán sajnos elég sok ilyenen ment keresztül Munkácsi Mihály. Közösen arról beszélgettek, hogy vajon milyen témáról kellene festenie, és állítólag éppen Sedlmeier vetette azt fel, hogy mi lenne, ha Krisztus szenvedés történetét festené meg több képben. Leírása szerint Munkácsi meghökkent ezen az ötleten, azt mondta, hogy hát akkor azok szentképek lennének, amit már rengetegszer megfestettek, vajon lehet-e ebben a témában még bármi újdonságot előhozni. És ekkor Sedlmeier adta a kezébe Ernst Renan francia vallástörténész Jézus élete című könyvét, ami 1863-ban jelent meg, és ami a realista vallástörténeti szemléletmód egyik fő műve volt, amelyik Jézust zsidó vándortanítónak mutatta be, és tudományos igénnyel próbálta meg az életét feldolgozni, bár Renan valóban isteni személynek tekintette Jézust. Az ő műve egyébként nagyon sok művészt inspirált. Munkácsi hosszan készült a mű megfestésére, modelleket és kosztümöket gyűjtött, sőt, nagy európai múzeumok Krisztus képeit nézte végig, és 1880. júliusában kezdte el festeni, körülbelül egy évig tartott a képnek a megfestése, 1881 nyarára készült el. A festési folyamat során nem csak élő modelleket használt, hanem fotográfiát is, tehát beállította a kompozícióba a modelljeit, akiket utána aztán természetesen egyesével festett később le, de tudjuk, hogy ehhez is használt időnként fotót. 30-nál is több vázlat készült ehhez a műhöz, és tudjuk, hogy nagyon szenvedélyesen és lelkesen készítette ezt a festményt Munkácsi. Nagyon elemében volt a nagy méretben. Az volt a terv, hogy a képet a 81-es párizsi szalonon fogják kiállítani, ennek a határidejét azonban lekésték, így végül Sedlmeier a saját palotájában állította ki ezt a művet, nagyon jól megszervezett, szuperprodukció volt ez a bemutatás, alapos előkészülettel, és ennek megfelelően óriási sikert aratott, naponta több ezer néző látogatta meg Sedlmeier palotáját. Érdekesség, hogy még maga Ernst Renan is eljött, sőt, egyes források szerint a mű készülése közben is konzultált időnként Munkácsi Renannal, és állítólag ezt mondta, ez az én Krisztusom, én éppen így fogtam fel, mint filozófust,
mint embert. A mű kapcsán leginkább az a kérdés merült fel, hogy ez egy vallásos Krisztus ábrázolás, vagy egy forradalmi Krisztust mutat be. Szédlmeiernek volt annyi esze, hogy a francia egyházi köröket is megnyerte még a kiállítás előtt, így a képet valódi evangéliumi drámaként apostrofálták, és volt olyan vallástörténész is, aki a történelem Krisztusának nevezte, tehát egy olyan ábrázolást sikerült Munkácsinak létrehozni, amely a hívőknek is elfogadható volt, és a szabad gondolkodóknak is. Magának ennek a kiállításnak az emléke és a sikere nyomot hagyott az irodalomban is, ugyanis Guy de Maupassant a Szép fiú, Le Bel Ami című regényében, ami 1885-ben jelent meg, megemlít természetesen álnéven egy festőt, aki egy Krisztus képpel hatalmas sikert aratott, és hogy a képe előtt még a nők is szerelmesek lettek, annyira gyönyörű Krisztus alakot ábrázolt. A művet a sikeres párizsi bemutató után először Bécsbe vitték, ahol egyébként Munkácsi Ferenc Józseftől megkapta a Szent István rend kiskeresztjét, aztán 1882. februárjában érkezett a kép Budapestre, ekkor a festő és felesége is ide utaztak. Az időzítés tökéletes volt, hiszen éppen húsvét közeledett, a régi műcsarnok dísztermében, ez a mai képzőművészeti egyetem, állították ki a képet, és itt is fergeteges sikert aratott, néhány hónap alatt több mint 100 000-en nézték meg. Érdekes, hogy itt is pont két egyházi ember játszott fontos szerepet a kép pozitív fogadtatásában. Még országos gyűjtés is indult, hogy meg tudják venni, de végül aztán nem gyűlt össze elég adomány. 1882 tavaszán Angliába vitték, aztán később német és skandináv városokban, és nagyon gyakori volt, hogy papok vagy lelkészek tartottak prédikációkat a kép előtt. A mű a Golgotával együtt 1886-ban került ki Amerikába. Ekkor Munkács is kiutazott egyébként, és a kint élő magyarok nagyon lelkesen fogadták, és végül is egy John Wanamaker nevű mélyen vallásos és dúsgazdag philadelphiai kereskedő vásárolta meg ezt a művet, és egyébként még mielőtt megvette volna, egy nagyon érdekes leírás maradt tőle fönn, amikor a képet, a kép kiállítását nézte, 200-300 térdeplő embert látok a kép előtt, halk mormolás, kezükben Biblia, imádkoznak, sírnak. A két mű, mert mind a kettőt ő vette meg, a Wanamaker Buildingben, tehát a nagy philadelphiai áruházában került kiállításra, ennek a képét láthatjuk itt. Érdekes, hogy itt egyfajta szentélyt alakított ki, mert még egy orgona is volt itt. Biztos, hogy hatással volt Munkácsira a tőle nem messze lakó híres francia festő Gustave Doré egyik műve, amit 1867-ben festett, Krisztus elhagyja az ítélőcsarnokot, az ennek a képnek a címe, és itt is nagyon hangsúlyos a világítóan fehér ruha. De természetesen korábbi példát is találunk, hiszen tudjuk, hogy Munkácsinak nagyon fontos volt a klasszikus művészet ismerete. Ez itt Tintoretto, Krisztus Pilátus előtt című képe 1567-ből. Maga a festő így nyilatkozott az ő Krisztus ábrázolásáról. Sosem próbáltam isteni szemét festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni. Egyébként érdekes, hogy Krisztusnak kezdetben festett glóriát, de aztán később ezt eltávolította a képről. Hagyományos szentkép helyett tehát egy naturalista Krisztus ábrázolást próbált meg elérni, azonban ez összeegyeztethető volt az egyház és a hívők érzékenységével is. Ez az összeegyeztetési törekvés egyébként jellemző volt Munkácsira.
Maga a történet az Új Szövetségben található, és több evangélium is megemlíti, elmeséli. A drámai szituáció mellett egészen elképesztő az az elvont és mélyen szántó beszélgetés, ami Krisztus és Pilátus között lezajlik. Ugye egyrészt arról beszélgetnek, hogy Jézus országa nem e világból való, illetve arról is, hogy mi az igazság, egyfajta filozófiai definíciót vár el Pilátus Jézustól, és végül is Pilátus nem akarja elítélni, sőt felajánlja a népnek, hogy elbocsátja szívesen az ünnepre való tekintettel Jézust, azonban ez az a híres pillanat, amikor a nép inkább Barabást kívánja. Mivel Munkácsi akadémikus képzésben részesült, ennek megfelelően szimpadiasan állítja be ezt a jelenetet. Másrészt Párizsban a 60-as években megismerte a realizmust, tehát a megfelelő naturalista ábrázolás is fontos volt számára. Ezen kívül pedig erős romantikus töltet is jellemzi. Itt az a jellegzetes romantikus vonás, hogy a tömegben található emberek nagyon sokféle érzelmi reakciót adnak az eseményekre, és ezt tulajdonképpen az egyes arckifejezéseken mi végigkövethetjük. A kép nagyon nagy méretű, körülbelül 26,5 négyzetméteres. Párizsban a szalonokon divat volt ez a bizonyos grand formá, nagyméretű kép, hiszen ezzel sokkal jobban föl lehetett hívni a figyelmet az adott alkotásra. A kompozíció a két fő alak között feszülő ellentétre épül. A kiinduló pont egyértelműen Jézus hófehér ruhája, egyébként Pilátus is fehér ruhát visel a történeti hűségnek megfelelően, és Munkácsi ecsetjárása is tükrözi a kettejük közötti feszültséget. Tekintetünk Krisztus összekötözött kezéről indul el, egyébként a korabeli kritika nehezményezte, hogy Krisztus alakja nem pont középen van, és ezután Krisztus tekintetén át Pilátushoz jutunk, onnan pedig vissza a kiabáló tömeghez. Krisztus arcát többször is átfestette, míg végül elérte ezt az átszellemült kifejezést, Pilátus pedig szerepének megfelelően inkább ellenszenves. Pilátustól balra találjuk a vádló főpapot, aki nagyon díszes ruhában van, és eléggé méltóság teljesen viselkedik, viszont fontos szerepet kapnak a farizeusok is, akik nem rejtik véka alá a gyűlölködésüket. Az arckifejezések és a gesztusok időnként egy kicsit túl játszottak, tényleg olyan, mintha egy színpadi élőképet látnánk. Munkácsi képe pontosan megfelelt a párizsi polgárság igényeinek. Megvolt benne a valósághűség, a részletgazdagság, az érzelmi hatás, és átélhetővé tett egy bibliai jelenetet a korabeli, immár tudományos igényeket is támasztó ember számára is. Az 1870-es évek művészeti eseményeinek sokja alatt, hát itt elsősorban az impressionizmusra gondolok, még inkább értékelték az ilyen látványos és mutatós képeket, amelyen sok apró részletet lehet megfigyelni, és biztonságosan felismerhető az ábrázolás jelentése. A franciák korabeli sikerei ellenére már rég elfelejtették Munkácsit. Ezekből az évtizedekből inkább Monet, Manet, Toulouse-Lautrec nevei maradtak fenn, mint a jövő festészetének megalapozóié. A Krisztus Pilátus előtt című kép és az egész trilógia nekünk magyaroknak mégis nagyon fontos, hiszen egy elképesztően tragikus és sikeres életpálya egyik csúcsműve,
a maga korában egyedülálló nézettséggel és szenzációval. Ez nem csak művészi, hanem menedzseri teljesítmény is volt, hiszen itt a nagy konkurencia miatt valóban marketing fogásokra is szükség volt a mű sikeréhez, és ehhez Seydlmeier is jól értett. Ez a festmény emlékeztet minket arra, hogy egy tehetséges magyar művész hogyan jutott el a világhírig, illetve azon is elgondolkodhatunk, hogy hit és tudomány a 19. században végre már nem kellett feltétlenül, hogy egymással szemben álljanak. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videómat. Ha mindig is szerettél volna egy kicsit többet megtudni a festmények hátteréről, a stílusáról és a jelentéséről, akkor ezek a negyedórás képelemző videók éppen neked valók. Keresd meg a többit is itt a csatornámon. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan tedd fel kommentben.